Eladó telkeket hirdet ez a Molino Nyírpazonyban. Egy 7-800 négyzetméteres telek ára itt meghaladja 10 millió forintot, ami majdnem megegyezik a megyeszékhelyen tapasztalható árakkal. Ennek ellenére egyre többen költöznek a Nyíregyházától 8 kilométerre fekvő településre. Dubai László polgármester azt mondta, az elmúlt 10 évben 8-10%-kal nőtt a lakosság száma, 2010 környékén 3400-an, most 3700-an laknak a településen. Természetesen érezzük azt, hogy a fiatalok is nagyon szívesen választják letelepedési helyüknek Nyírpazonyt. Ez látszik a eddig be nem épített ingatlanok számában, amely folyamatosan csökken, nem csak a belterületünkön, hanem külterületen, kabalási település részen is egyaránt is. Természetesen ez nagyon-nagyon sok folyamatot magával is vonz, hiszen a telekárak, az ingatlan árak emelkedtek. Az intézményekben a gyermeklétszám megnőtt, erre egy jó példája az iskola, illetve az óvoda egyaránt. Óvodánkban 2010-ben egy olyan 100-110 körüli létszám volt, most 175 fő van. A hatodik csoportot is be kellett indítanunk, és most már a hetediket is tervezzük. Ilyen létszámnövekedésre, illetve ilyen csoportszámnövekedésre nem volt példa még eddig a településen. És ugyanez a helyzet az iskolánkban is, hogy lassan a tantermek száma is kevés lesz ahhoz, hogy biztonsággal el tudják látni az oktatást, hiszen eléri a kapacitásának a felső határát az iskola. Fényes Litke Nyíregyházától 50, az ukrán-magyar határtól 20 kilométerre fekszik. Jelentősen nőtt az érdeklődés a település iránt azóta, hogy magánberuházásban vasúti kereskedelmi csomópont épül. Márta Mihály Tibor polgármester azt mondta, egy év alatt 140 fővel nőtt a település lakóinak létszáma. Ami öröm számomra, hogy azok a fiatalok választják Fényes Litkét otthonnak, akik nem a községnek a lepusztulásával érdekeltek, hanem igyekvőek, tényleg jó munkahelyük van, ezen kívül a 8 órán kívül szerintem még mellette 8 órát dolgoznak, tehát abszolút a család, illetve a értékrendjükben is különben hasonló, mint a Fényes Litkieknek, hiszen a mutatóink is nagyon jók, amiről már említést tettem, hogy mindig is egy idegvő lakosság volt itt a korábbi időszakban, és ez hála jó Istennek a jövőt tekintve, ez az értékrend ez továbbra is folytatódik. Nyíregyházától 42 kilométerre fekszik Szabolcs település, ahol jelenleg csak nem 500-an élnek. A községben 3-4 eladó ingatlanban. Vannak néhány millió forintért kínált, de 15 millió forintot meghaladó árért kínált házak is. Csegei László polgármester azt mondta, olyan önkormányzati fejlesztéseket terveznek a jövőben, amelyek segítik a fiatal családok igényeit kielégíteni. Azt szeretném, hogy ha a fiatalok, ha jönni szeretnének, akkor tudjanak jönni. Mert vidéken élni jó, vidéken élni érdemes, nyugalom van, viszonylag csendesség van, és ha valaki be akar kerülni a nagyvárosi nyüzsgésbe, itt van mellettünk 30 perc maximum Nyíregyháza, és be lehet menni, ki lehet kapcsolódni, lehet szórakozni, bár azt gondolom, hogy a tematikus programokkal a faluhelyen is egyre több lehetőséget tudunk adni a fiataloknak. Tervezzük közösségi térnek a kialakítását, van lehetőség szabadidős programok eszköztámogatottságára, tehát minden adott. Ingatlan szakértők azt tapasztalták, hogy a kormányzati támogatások miatt jelentősen nőtt a lakás és házvásárlások száma a megyében is. Sőt, a viszonylag magas nyíregyházi árak miatt sokan döntenek úgy, hogy inkább a környező kis településekre költöznek. Egyre nagyobb tendenciát látunk a vidéki ingatlanokban, tehát mondjuk Nyíregyháza vonzás körzetet egy 30 km, már most már ilyen 30 kilométeres körzetet lehet venni, ahova kimennek az emberek, és inkább azt választják, hogy kimennek egy csendesebb falusi környezetbe. Ott ezért a pénzért óriási minőséget megkapnak, és inkább vállalják azt a 15-20 perc közlekedés kocsival. Az elmúlt 6 hónapban a vidéki ingatlanok, tehát az előnyben részesítése szerintem egy ilyen 20%-ot nőtt. A kisebb településeken a közszolgáltatások és a közösségi terek fejlesztését támogatja ebben az évben a Magyar Falu Program is. Nem csak önkormányzatok, hanem civil és egyházi szervezetek, sőt ettől a héttől a falusi boltok tulajdonosa is pályázhatnak forrásokra.